Hit, vallás, hitvallás a hitünkről, a gyökereinkről, a kultúránkról, az Újvidéki Rádió hullámhosszán. A rózsafűzér, vagyis más nevén a Szentolvasó, a keresztények elmélkedő imádsága, mely tulajdonképpen az evangélium rövid összefoglalása. Benne rejlik Mária imádsága és hálaadása a megváltás művéért, azaz Jézus Krisztusért. A rózsafűzér eredetét négy forráshoz vezethetjük vissza. A zsoltárokhoz, a mi atyánkhoz, az üdvözléshez és az imaláncokhoz. Ezekből adódott össze körülbelül a 15. században a ma ismert rózsafűzér, vagyis a Szentolvasó. Kedves hallgatóink, az elkövetkező majdnem egy órában Szabó Károly hitoktató a rózsafűzér eredetéről és hittitkáról értekezik. A terepi hangfelvétel a keresztény értelmiségi kör egyik nyilvános tribűnjén készült. Mi most az ott felvett hanganyag szerkesztett változatát adjuk közre. A címe az előadásnak az a rózsafűzér története és hitbeli alapjai. Tehát nem magáról a rózsafűzérről, mint elmélkedő imádságról fogunk beszélni, hanem inkább arról, hogy hogyan keletkezett a rózsafűzér, milyen történelmi korszakokon ment át, hogyan alakult ki olyanná a rózsafűzér, ahogyan azt ma imádkozzuk. És mivel a rózsafűzérnek ugye a fő imádsága, a szűzanya köszöntése, az üdvözlégy Mária, akkor így annak az imának a keletkezéséről is lesz szó. Az előadásomat 5 pontban állítottam fel. Az első, az mondunk egy pár szót a Mária tiszteletről, utána az üdvözlégy Máriának a keletkezéséről, az imádságnak a keletkezéséről, és ezzel párhuzamosan a rózsafűzér keletkezéséről, majd adok egy rövid történelmi áttekintést, és a végén mondunk egy pár szót II. János Pál pápának az enciklikájáról, hiszen ez az utolsó enciklika, amit pápa kiadott a rózsafűzérről, tehát erről ezzel szeretném zárni az előadásomat. Tehát először is a Mária tiszteletről. Arról van szó, hogy a nem
katolikus testvérektől nagyon sűrűn halljuk azt a kritikát, hogy a katolikus egyházban túl nagy hangsúlyt fektetnek a Mária tiszteletre, és hogy ilyen nagy Mária tiszteletet talán nem lenne szabad megengedni, hiszen csak Istent imádjuk. És ez így is van, mert mi katolikusok valóban csak Istent imádjuk, de megkülönböztetett tisztelet jár a Szűzanyának és Szent Józsefnek. Tehát ez az, amiben különbözünk mondjuk rá a református vagy esetleg más felekezetű testvéreinktől. És tiszteljük a szenteket. Tehát ilyen három lépcsőről van szó. Istent imádjuk. Egyedül Istent, megkülönböztetett tisztelet két személynek jár, Szűzanyának, Szent Józsefnek, és a szenteket tiszteljük. Imádkozni az Atyához imádkozunk. A mennyei Atyához imádkozunk. Tudjuk, hogy a könyörgéseinket is szentmisében is mindegyik Jézus Krisztus által ajánljuk fel az Atyának. Tehát mindig az Atyához imádkozunk, és közben járó imákat kérünk a Szűzanyától, Szent Józseftől és a szentektől. Tehát amikor hozzájuk fohászkodunk, akkor az valójában mindig csak egy közben járásra kérjük őket, hogy imádkozzanak értünk, ugye? Hát végül is így fejezzük be az Üdvözlégy Máriát is. És magának az Üdvözlégy Máriának a keletkezéséről még egy pár szót talán a Mária tiszteletről. El kell mondanunk azt, hogy a Mária tisztelet valóban a második évezredben erősödik az egyházban, és most az utolsó 150-200 évben ez a Mária tisztelet mindinkább fokozódik a katolikus egyházban. De ha azt mondjuk, hogy a Szentlélek vezeti az egyházat, és hogyha a Szentlélek ilyen irányba vezeti a híveit, hogy Mária ilyen erős közben járunk lehet a mennyben, és mi ezt elfogadtuk, akkor én azt hiszem, hogy e körül nincs semmi vita. Maga a Szűzanya jelenése is az utóbbi évszázadokban egyfajta erőt adnak a katolikusoknak arra, hogy minél többet imádkozzanak a Szűzanyához. Erre buzdított bennünket ugye a Lourdi, meg a Fatimai Szűzanya jelenése is, de az az igazság, hogy ha mi egyénileg nem éreznénk azt a segítséget, amit a Szűzanyától kapunk, amikor hozzá imádkozunk, akkor bizonyára, hogy nem imádkoznánk ennyit hozzá. Tehát valahol túllárad az a kegyelem, amikor mi a Szűzanyához imádkozunk. És ezért van az, hogy valóban erősödik a Mária tisztelet a katolikusok körében, de ennek a Mária tiszteletnek megvan az értelme, megvan a megfoghatója. Az Üdvözlégy Mária, mint imádság, hosszú évszázadokon keresztül alakult ki azzá, ahogyan azt ma imádkozzuk. El kell mondani, hogy a Szűzanyához az első imák, azok igazából nem is az Üdvözlégy Mária volt, hanem inkább különböző fohászok voltak, amit a Szűzanyához az ókeresztény egyházban mondtak a keresztények, és egy közülük ránk maradt, amit ma is imádkozunk mindannyian, és ismerünk is. Ez egy a római katakombákban egy sír feliraton található meg. Mindannyian ismerjük, oltalmad alá futunk Istennek, Szent Anyja. Hogyha a második századból, vagy az első század végéről ilyen imádság maradt meg a Szűzanyához, akkor semmi kétség nem fér ahhoz, hogy a Mária tisztelet mindig jelen volt a katolikus egyházban, a keresztények között általában. Az a helyzet, hogy ugye a kereszténység, mint vallás, a zsidó vallásból származtatja magát, a zsidók pedig tudjuk, hogy elsősorban a Szentírást használták, amikor imádkoztak. Tehát a Szentírásból a zsoltárokat, a himnuszokat, a különböző szentírási szövegeket használták fel, hogy imádkozzanak. Amikor a mennyei atyához kellett imádkozni az első keresztényeknek, akkor nem volt nehéz dolguk, hiszen Jézus megtanított bennünket a mi atyánknak az imádkozására. Ezt tudtuk, hogyan forduljunk a mennyei atyához. A Szűzanyához azonban az első keresztények már nehezebben találtak utat, hogy hogyan is imádkozzanak hozzá, de
Lukács az ő evangéliumában, amikor leírja az angyali üdvözletet és Mária látogatását Erzsébetnél, itt találjuk meg azokat a mondatokat, amik tulajdonképpen a szűzanyát köszöntik, és amit az ókeresztény egyház is alkalmazott, mint egyfajta köszöntést a szűzanyának. Hogyha megnézzük, akkor üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van veled, ugye ezt az angyal így köszöntötte a szűzanyát. Utána pedig Erzsébet mondta neki, hogy áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Tehát ezt a két mondatot, amit a Lukács evangéliumban találtak a keresztények, ezt használták egyfajta köszöntésnek a szűzanyához, mielőtt valamilyen fohászt elmondtak volna. De ez nagyon sokáig, egészen a 8. század végéig, 9. század elejéig mindig csak egyfajta ilyen köszöntése maradt a szűzanyának, és nem mondhassuk azt, hogy imádkoztak hozzá ezekkel a szavakkal. Amikor elkezdik használni ezt a Mária köszöntést imádságként, az akkor történik meg, amikor a rózsafűzért kezdik imádkozni az emberek. Hogyan is keletkezett a rózsafűzér? Magáról a rózsafűzér keletkezéséről csak legendák maradtak. Azt kell mondani, egyértelműen a rózsafűzér imádságnak a megalkotását Szent Domonkosnak a nevéhez fűzi a hagyomány. Tehát Szent Domonkos volt az, aki először kezdte a rózsafűzért valamiféleképpen imádkozni, nem egészen úgy, ahogy azt mi ma imádkozzuk, de valamiféleképpen, későbbiekben majd lássuk, hogy hogyan. Azért mondom, tehát Szent Domonkos a megalkotója annak a folyamatnak, aminek a végén a rózsafűzérről beszélgetünk, mint imádkozási módról. Szent Domonkos pedig a 12. században él, a keresztes háborúk befejezése körül. A keresztes hadak nagyon sok tévtanítást hoztak magukkal Európába, és ennek a tévtanításnak köszönhetően fejlődött ki a későbbiekben az inkvizíció is az egyházban, és hát ugye az eretnekség elleni harc fejlődött ki az egyházban. Na most miért van az, hogy csak a 12. században és csak a keresztesek hozzák magukkal ezeket a tévtanításokat? Hol voltak ezek a tévtanítások előtte? Hát az a helyzet, de ezt el kell mondanom ahhoz, hogy megértsük, hogy miért keletkezett a rózsafűzér. Az a helyzet, hogy a tévtanítások mindig jelen voltak az egyházban. Ne gondoljuk azt, hogy csak nekünk vannak problémáink a szektákkal és az ő tanításukkal. Ez az első századtól kezdve mindig jelen volt az egyházban. És volt egyfajta tévtanítás, amit a keresztesek magukkal hoznak, amire Szent Domonkos fog reagálni. Ez a második században keletkezett tévtanítás
úgynevezett doketizmus, amely azt tanította, hogy Jézus Krisztus az nem volt igazi ember. Tehát ez a fajta tévtanításnak mi volt az alapja? A doketisták azt vallották, hogy a világot a jó Isten teremtette meg, de ugyanakkor létezik a világban a rossz Isten is. A jó Isten teremtette meg mindazt, ami láthatatlan a világban, tehát a lelkieket, míg a rossz Isten mindazt, ami materializálódott a világban, tehát mindazt, ami rossz, tehát magát az emberi testet is. Na most, ha Jézus Krisztus a jó Istentől jött, hogy megváltsa az embereket, akkor ő nem vehette magára azt, ami bűnös, az emberi testet, tanították a doketisták. És azt tanították, hogy Jézus Krisztusnak csak egy látszatteste volt. Miben volt itt a nagy buktató? Hát abban, hogyha Jézus Krisztus nem volt igazi ember, akkor nincs megváltás. Ugyanis Jézus Krisztus akkor nem tudott szenvedni. Mert ha csak egy látszatteste volt Jézusnak, ahogy ők tanították, akkor nem tudott szenvedni. Akkor nem tudott meghalni, nem kellett neki feltámadni, tehát igazából nincs kereszténység. Alapjaiban támadta meg ez a tévtanítás a keresztény hitet azzal, hogy Jézus Krisztus nem ismerte el, mint igazi Isten és igazi ember. 313 után, amikor a keresztény egyház államvallásra válik, az akkori egyházatyáknak az volt az első dolguk, hogy a zsinatokon, és ez volt a nicceai és a konstantinápolyi zsinat, meghatározták azt, hogy miben is kell hinni egy keresztény embernek. És megfogalmazták a hiszek egyet, amit mi minden vasárnap olyan szépen elimádkozunk a Szentmisében. Tehát amit a hiszek egyben imádkozunk, minden mondatnak megvan a miértje, és ez az, amit el kell fogadni egy keresztény embernek. Ha ebből egyet is nem fogadunk el, akkor már nem igazán kövessük az egyház tanítását. Akkor kezdjük a szektákat követni. És hogy mennyire fontos volt az, hogy a Mária tiszteletről is beszéljen az egyház, a nicceai és a konstantinápolyi zsinat után a következő egyetemes zsinaton, Efezusban, 431-ben sor kerül arra, hogy az egyházatyák megvitatják Mária szerepét az egyházban. És az efezusi zsinat kimondja azt, hogy a szűzanya Isten szülő volt. De ugyanakkor valóságos embert is hozott a világra. Tehát valóságos ember, de Isten szülő is volt. Ha a szűzanyának nem nyilvánított volna az őskeresztény egyház valamilyen komoly szerepet az egyházban, bizonyára nem is sokat foglalkoztak volna ezzel a témával. Tehát ebből is látjuk azt, hogy igenis a keresztény egyházban a szűzanya és az ő tisztelete mindig fontos helyen volt. Mert rögtön a hiszek egy megfogalmazása után, a következő zsinaton megfogalmazták Mária helyét is az egyházban. Maria, 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 Ma
400-as évek végén, illetve a 400-as években a római birodalom ketté szakad. A keleti és a nyugati birodalomra. A keleti birodalom akkor a bizánci egyház, a keleti birodalom képviselője, rendkívül gazdag. Még a nyugati egyház, az viszont a barbárok állandó támadása miatt Európában szegény és el van maradva. És valahol itt a kelet és a nyugat között évszázadokon keresztül kezd ez a szakadék mélyülni, még oda kerül, hogy 1054-ben a keleti és a nyugati egyház ugye ketté szakad. A könyveket, amelyek az első századokban szóltak a tévtanításokról, az persze keleten is elrakják, megsemmisítik, vagy esetleg valahova elmentik őket. Nyugaton viszont nem is tudnak róla. Mert nyugaton ugye a barbár népeket kereszteli az egyház, és rögtön tanítja az ő tanítását a barbár népekkel. Tehát itt nem kell beszélnünk semmiféle tévtanításról. Az egyház rögtön azt tanítja az avarokkal, a gótokkal, ugye stb. Mindazokkal a népekkel, akiket megtérít, amit kell tanítani a kereszténységgel kapcsolatban. De amikor megérkeznek a keresztes háborúk, akkor a keresztes vitézek ugye földúrják azokat a templomokat, meg stb. Amiket meccseteket, amiket az iszlám is ott hagy, meg újra kezdik építeni azokat a templomokat, amit a bizánciak lerombolnak, és ráakadnak ilyen-olyan könyvekre, ilyen-olyan tanításokra. Ezeket a könyveket hozzák magukkal Európába, illetve ezeknek a tanítását, és így kezdődik el a 11. század végén, 12. század elején valójában az a folyamat, hogy Nyugat-Európában is tévtanítás kezdődik. És az egyik legveszedelmesebb tévtanítás ez a doketizmus. Ez megjelenik az Albiak között, ez egy dél-franciaországi város, Albi, erről kapta a tévtanítás és a nevét, az Albiak között, és ezek az Albiak az elejében ugye csak tanítják mindazt, ami Jézus Krisztussal kapcsolatos, amit elmondtam itt az előzőekben, de később ők ebből kifolyólag már egy olyan filozófiát vezetnek le, hogy ha mindez valóban így van, akkor nincs szükség az egyházra sem, mint intézményre. És kezdik támadni magát az intézményt. Harmadik Ince pápa végül egy keresztes háborút indít az Albiak ellen, és hát igazából úgymond teljesen kiírtja, megöli azokat az embereket, akik ezt a tévtanítást terjesztik Dél-Franciaországban és Németországban. Igen ám, de a szentek azok mindig azért szentek, és azért tiszteljük őket, mert azok mindig találnak megoldást úgy, hogy ne a fegyverhez kelljen nyúlni. Szent Domonkos ilyen volt. Ő abban az időben Szent Ferenc példájára hasonlóan elkezd ő is így faluról falul, a városról városra járni, és amikor megtudja, hogy Franciaországban ez a tévtanítás terjed, akkor ő elhatározza, hogy ő ennek fogja szentelni az életét, és ezt tévtanítást valahogyan meg kell győzni az embereket, hogy ez nem jó. És elkezd faluról falul, a városról városra járni prédikálni. Na most középkorban vagyunk. Az embereknek jó, ha 10%-a tud írni, olvasni. Lehet, hogy még annyi sem. Hogyan megtanítani őket a legfontosabb dolgokra? A hagyomány azt mondja, hogy Domonkosnak megjelent a szűzanya, és ő ajánlotta, hogy az üdvözlégy Máriát használva Domonkos prédikáljon és hirdesse a keresztény hit alapigazságait, ami meg lettek támadva. És mi lett megtámadva? Hogy Jézus Krisztus emberré lett. Amikor imádkozunk az örvendetes olvasót, akkor erről imádkozunk. Azután megtámadták azt, hogy Jézus Krisztus nem szenvedett, és nem tudott meghalni, mert nem volt igazi ember. A fájdalmas olvasóval erről elmélkedünk. És hogy Jézus Krisztus feltámadta halálból, a dicsőséges olvasó. Tehát ezeket a dolgokat
meg kellett magyarázni az akkori kor emberének. És Domonkos ugye rájött arra, hogy egy prédikáció lehet akármilyen brilliáns, attól az emberek még nem térnek meg. Hogy az emberek megtérjenek, ahhoz imádkozni kell nekük. És akkor ő ötvözte az ő prédikációit az imádsággal. Mégpedig úgy, hogy mondjuk rá, amikor beszélt arról, hogy Jézus Krisztus megszületett, ugye, akit te Szent Szűza világra szültél, akkor miután erről beszélt, akkor elimádkoztatott az emberekkel egy sor üdvözlégy Máriát. De az üdvözlégy Mária ebben a korban még csak ez a két mondat, tehát csak ennyit imádkoznak Szent Domonkos korában, illetve hozzáteszik Mária és Jézus nevét. Egyesek szerint IV. Orbán pápa, mások szerint Aquinói Szent Tamás volt az, aki úgy formálta át a Mária köszöntését, hogy hozzátette Mária és Jézus nevét. Tehát amikor Domonkos tanít és üdvözli a szűzanyát, akkor már úgy imádkozzák az emberek, hogy üdvözlégy Mária malasztaltáljas, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. És a Jézus név után Domonkos megformál egy-egy mondatot, ami ugye fontos a hittitokkal kapcsolatban. Nem azokat a mondatokat formálja meg, amelyeket mi ismerünk, az egy későbbi korból származik, hogy igazából pontosan hogyan tanított Domonkos, és hogy milyen mondatokat formálhatott meg, ezt egyáltalán nem tudjuk, hogy hogyan tanított, ezt később a hagyományból tudjuk, és a későbbi iratokból, amit Domonkos halála után 100-150 évvel íródtak le. Tehát mi valójában magáról a kezdetleges rózsafűzér kialakulásáról nagyon keveset tudunk. De az biztos a későbbi iratokból, hogy egy sorozatot imádkoznak, egy sorozattal üdvözlik a szűzanyát, és ez a sorozat, ez 150 üdvözletből áll. Miért 150-ből? Mert a Szentírásban 150 Zsoltár van. És a papok, akik tudtak olvasni, azok zsolozsmáznak. És ők hetente elimádkozzák a 150 Zsoltár. Az egyszerű népek nem tudnak olvasni, és Domonkos azt mondja, hogy legyen ez az egyszerű embereknek a zsolozsmája, az angyali üdvözlet, illetve Máriának az üdvözlése. És akkor ők is elmondják a 150 üdvözlégyet, az olyan, mintha elimádkozták volna a 150 Zsoltárt. Persze később ezt majd még a 15.-16. században egészen pontosan és precízen kidolgozzák, de itt vannak az alapjai a dolgoknak. Egyes leíratokban az van, hogy 50 üdvözlégyet mondtak el egymás után, másokban 150-ről, sőt van, ahol 200-ról is beszélnek, illetve írnak a könyvek. De általánosságban 150 üdvözlégyről beszélnek ezek a könyvek, tehát ezeket imádkoztatta Domonkos az emberekkel. Amit még mondani szerettem volna, hogy a világi hívek között, ugye Szent Domonkos korában a rózsafűzér elterjed.
Az ő halála után a domonkosok, mert ő megalakítsa a domonkos rendet is, a domonkosok tovább folytatják a munkát, de Európában egy hatalmas pestis járvány jön, utána pedig a skizma következik, és ezek olyan dolgok, amelyek valahol a világi híveket és az egyházat egy kicsikét, a részben a pestis járványban nagyon sok ugye ilyen vándorprédikátor meghal, saját maga is, a skizma pedig ugye eltávolítja az egyházat és a híveket és a papságot egymástól. Úgyhogy a rózsafűzér az domonkos halála után bevonul a kolostorokba. Ott is nagyon sok ember volt, aki nem tudott olvasni, attól függetlenül, hogy kolostorban volt. És akkor ővelük a kolostorokban a 150 zsoltár helyett elimádkoztatták a 150 miatyánkot naponta, és ezt a 150 miatyánkot váltsa fel a kolostorokban az üdvözlégy imádkozása. Volt egy rend, van ma is, csak nagyon kevesen vannak, a kartaúzia, abban az időben nagyon sokan voltak. A kartaúziak ennek az üdvözlégynek az imádkozását átveszik, és a titkokat olyan szintre emelik, hogy ők a 150 üdvözlégy után 150 titkot raktak be. Tehát igazából nem úgy volt, ugye, hogy egy titokra 10-et mondunk, hanem minden Jézus nevére más mondatot tudtak hozzá, és akkor jött az Amen. Persze ez oda vezetett, hogy megint azok, akik nem tudtak olvasni, azok nem tudtak megjegyezni még 150 mondatot fejből, és ez valahogy nem stimmelt. Lényeg az, hogy az 1400-as évek közepén jelentkezik egy domonkos testvér, akinek én nem tudom pontosan a francia kiejtésű nevét, Alain de Ruppé, talán így ejték a nevét, sose tanultam franciát. És ez a domonkos testvér lesz az, aki kialakítja azt a rózsafűzért, amit mi ma imádkozunk. Tehát ő lesz az, aki megfogalmazza a 15 titkot. Tehát felossza három részre a rózsafűzért, örvendetes, fájdalmas, dicsőséges, 50-50-50, és ugye akkor minden 10-hez hozzáadta azt az egy mondatot, amit mi ma imádkozunk. Tehát akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogadtál, aki értünk a keresztet hordozta, aki halottaival föltámadott, ugye? Tehát ezeket a titkokat hozzáteszi, és így kezdik imádkozni az emberek, visszahozza a világiak közé a rózsafűzér imádkozását, megalakítsa az első rózsafűzér rendeket. Az alapja ezeknek a rendeknek az volt, hogy aki betársult ebbe a rózsafűzér rendbe, az igazából, tehát úgy volt, hogy mindenki imádkozott mindenkiért. Tehát bárki imádkozott, az imádság hatása egyformán hatott mindenkire. És ez az embereknek tetszett, és egyre többen kezdtek bekapcsolódni ebbe a rózsafűzér rendbe, ugye a világiak közül, és újra kezd elterjedni a rózsafűzér a világiak között. Az 1500-as években megjelenik nyugaton a reformáció. Az egyház újra ketté szakad, most már a nyugati egyház is. Az mellett a reformációban jelentkezik az a tanítás, hogy Szűz Máriának nem jár külön tisztelet. Éppen ezért a katolikusok körében a rózsafűzér az egyfajta védőláncot kezd alkotni. Itt érezzük először a rózsafűzérnek a hatását, hogy a katolikusok, akik imádkozzák a rózsafűzért, azok egybe tartoznak. És ezt nagyon jó megérezte a trentói zsinat is, amely a reformáció hatására ül össze. Ugye a trentói vagy tridenti zsinat igazából újra tárgyalja az egyház tanítását, megfogalmazza újra mindazt, amiben a katolikus egyházban hinni kell, és szó kerül a Mária tiszteletről is, itt már elég erős a rózsafűzér, és a trentói zsinat először mondja maga a zsinat, hogy a katolikusok imádkozzák a rózsafűzért. Sőt, a trentói zsinat teszi hozzá az üdvözlégy Máriához a könyörgést. Eddig úgy imádkozták a rózsafűzért, hogy Jézus,
akit te szánc üz a világra szültél, amen. Most, ha imádkozzák a rózsafűzért, akkor hozzá kell tenni a könyörgést. Asszonyunk Szűz Mária Istennek szent anyja. És a trentói zsinaton alakul ki az üdvözlégy Máriának a mai formája. Tehát lássuk, az 1500-as évek második felében nyeri el az üdvözlégy Mária azt a formát, ahogyan mi ma imádkozzuk. De azért azt megsúghatom, hogy ezt a könyörgést nem a trentói zsinaton találták ki. Ugyanis említettem, hogy 431-ben Efezusban volt a zsinat, ahol a szűzanyáról meghozta a hivatalos tanítását az egyház. És amikor az efezusi zsinat kimondja azt, hogy Mária Isten szülő, akkor Efezus polgárai Mária képét viszik a főutcán, és imádkozzák hangosan, hogy asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, bocsáss meg a mi bűneinket, imádkozzál érettünk. Ezt a népi fohászt fogja a trentói zsinat betenni az üdvözlégy Mária második felében, mint a könyörgést. De ettől fogva az üdvözlégy Máriát már így imádkozzák az emberek, viszont ez megduplázta a hosszát az egész imádságnak. A teljes rózsafűzér az mindig 150 üdvözlégy volt. A teljes rózsafűzér az ma is 150, illetve 200, hogyha elfogadjuk II. János pápának az ajánlatát. Tehát, ha a teljes rózsafűzért kell imádkozni, akkor el kell mondani mind a 150 üdvözlégyet, mind a 15 titkot a középkorban, ugye? Erről beszélünk. És egyre kevesebb idejük volt az embereknek imádkozni, megkezdődik az iparosodás, reggeltől estig dolgoztassák az embereket, stb. Mind nehezebben és nehezebben tudja az egyszerű ember felvállalni azt, hogy egy óra hosszát imádkozzon, hogy a rózsafűzért végigmondja. Első újítás az 1600-as évek első felében Páter Ricci, egy domonkos. A domonkosok azok valóban elejétől kezdve és a mai napig is ők a fő hordozója a rózsafűzér imádság körüli dolgoknak. És ez a Páter Ricci megalakítja az úgynevezett örök rózsafűzért. Hogyan? Ő szerkesztett egy ilyen fadobozt, beletette az órákat, tehát 0-tól 24 óráig az órákat, meg a napokat. És az embereknek húzni kellett egy papírt, amit kihúzott, abba az egy órába őneki imádkozni kellett a rózsafűzért.
Ezért mondjuk, hogy örök rózsafűzér. Tehát 0 órától 24 óráig, ugye, vagy 24 órától 0 óráig, mit tudom én, tehát éjféltől éjfélig, lényegében mindig imádkozták a rózsafűzért. És ez az első olyan, hát úgymond újítás az egyházban, ahol arra törekszenek, hogy a rózsafűzért állandóan imádkozzák az emberek. Nagyon nagy hatása volt, azt mondják, hogy nem győzték újra és újra feltölteni a dobozokat a különböző rendházakban, sőt, maga az akkori pápa is egy ilyen dobozt magához kérett Rómába, és húz egy időpontot. Ő 11-től éjfélig azt az időt húzta ki, és azt mondják, hogy az élete végéig hű is maradt ehhez, tehát imádkozta abba az egy órá hosszában a rózsafűzért. És itt kezdődik el az, hogy ha valaki valamire fogadalmat tesz, akkor azt be is kell tartani. Tehát tudni kell azt, hogy ha valaki tagja a rózsafűzér koszorúnak, akkor az kötelesen imádkozni azt az 1-15 naponta. És ezt akár úgy is mondhassuk, hogy bűnterhe alatt van, ha nem teszi meg. Nem azért, mert nem imádkozik, hanem azért, mert az adott fogadalmát nem tartja be. Tehát nagyon komolyan kell venni, hogyha valaki tényleg tagja az élő rózsafűzérnek, akkor az tartsa is meg, hogy az a lánc ne szakadjon meg. Utána következik még egy Szent Mária Lajos, akit a Vatikán most van per alatt, hogy egyházdoktorrá fog avatni, és ez a Szent Mária Lajos, ő rengeteg könyvet adott ki a rózsafűzérrel kapcsolatban, különböző elmélkedéseket, de általában a szűzanyával kapcsolatos dolgokról írt nagyon sokat, és hát pont ezért is gondolkodik a mai egyház azon, hogy az egyházdoktorok közé avassa. És utána arról kell beszélnünk, aki a mai élő rózsafűzért megalakította, ő pedig egy harmadrendi domonkos nővér. Úgy hívták, hogy Gianrico Maria Paola. Ez a Gianrico Maria Paola nővér lesz az, aki megalkotja azt az élő rózsafűzért, amit mi ma itt imádkozunk. Meg általában minden plébánián már imádkoznak. Gianrico Maria Paola beszélgetve az emberekkel rájött, hogy az embereknek egyre kevesebb idejük van imádkozni, és egyre nehezebb nekük elimádkozni a teljes rózsafűzért. És ő bevezeti azt, hogy a 15 titkot 15 ember imádkozza el. Tehát 15-en alkotnak egy élő rózsafűzért, mindenki elimádkozza a maga tizedét, és így minden nap el van imádkozva a teljes rózsafűzér. Hát ennek ugye nagyon nagy sikere lett, mint általában minden nagyon jó és pozitív újításnak, ez is nagyon gyorsan elterjedt, sőt, annyira jó, hogy azóta jobbat nem is találtak ki tőle. Tehát mi igazából ma is a rózsafűzért legtöbben így imádkozzuk. Vannak ugye emberek, akik elimádkozzák a mondjuk rá egy teljes rózsafűzért, a dicsőségeset, örvendeteset, vagy fájdalmasat, ugye. Tehát megalakult ez az élő rózsafűzérlánc, ami a mai napig is az egyházban jelen van, és most akkor kellene beszélnünk ugye a lurdi jelenésről, ahol Bernadettet a szűzanya megtanítja a rózsafűzér imádkozására, utána pedig a fatimai jelenésben úgy van leírva, hogy láttomása volt a gyermekeknek, akik látták az örvendetes, a fájdalmas és a dicsőséges rózsafűzért bizonyos alakzatokban. Ebben nem mélyednék bele, a Mária jelenések különben is minden embernek a magán. Ugye még egyenlőre az egyházban belül is. Yeah.
Pius pápa idejében történik a híres lepantói csata, ahol a keresztények jelentős fölényes győzelmet aratnak a muszlim seregek fölött, és ennek a lepantói csatának az emlékére a pápa kinyilvánítja a győzedelmes nagyasszonyunk napját október 7-ére, amikor ez a csata lezajlott. Azonban ő meghal, két évvel később 13. Gergely pápa követi az egyház vezetésében, és 13. Gergely pápa október 7-ét a Rózsafűzér királynőjének a napjává teszi, tehát ez az egyik ilyen dátum, amiről érdemes beszélni, és ezekről a pápákról. A pápák különben a 15. századtól kezdve szinte folyamatosan különböző iratokat adnak ki, búlákat adnak ki a rózsafűzérrel kapcsolatban, nem beszélve arról, hogy rengeteg búcsút engedélyeznek azoknak, akik a rózsafűzért imádkozzák. Tehát a hivatalos egyház, habár nem avatkozott bele a folyamat kialakulásába a rózsafűzér imádkozásánál, de valójában mindig támogatta, és mindig az mellett volt, hogy a rózsafűzért a hívek imádkozzák. 13. Leó pápa, ő a következő, tehát a rózsafűzér pápájának is nevezi a történelem. Nagyon sok különböző iratot adott ki a rózsafűzérrel kapcsolatban. Ami miatt mi megemlítsük, az az, hogy ő vezette be az októberi ájtatosságot. Tehát az ő ideje óta október hónap rózsafűzér hónapjával van kinevezve. És akkor eljutunk még egyszer II. János Pál pápához. II. János Pál pápa nagyon nagy tisztelője volt a Szűzanyának. Érdekes módon körülbelül olyan hosszú ideig uralkodott, vagy vezette az egyházat, így szép mondani. Vezette az egyházat, mint 13. Leó pápa, tehát 24-5 évig, mind a két pápa. Azt a rózsafűzér pápájának nevezték, ugye, II. János Pál pápa pedig hát a világosság titkait adja a mai egyháznak. De II. János Pál pápa annyira szerette a rózsafűzért imádkozni, hogy amíg élt, ő a vatikáni rádióban előimádkozta a rózsafűzért. Tehát azt hiszem, hogy azért ez mégsem nem elvetendő dolog. És 2002. októberétől 2003. októberéig II. János Pál pápa meghirdeti a rózsafűzér esztendeit, rózsafűzér évét. Ebből az alkalomból kiadja az ő hivatalos egyházi tanítását a rózsafűzérről, Rosarium Virgine Mariae, és ebben ismerteti a rózsafűzért, beszél a rózsafűzér imádkozásáról. Én azt mondom, hogy bárki, aki el tudja olvasni ezt a tanítását II. János Pál pápának, akinek kezébe kerül, érdemes elolvasni. A pápai búlák általában nagyon nehéz olvasmányok. Összetett, nyakatekert mondatokból állnak, néha a papoknak is, hát úgymond nehéz végig menni egy-egy mondaton, de ez nagyon egyszerű, tehát látszik, hogy a pápa tényleg úgy írta meg, hogy ezt bárki meg tudja érteni. És ebben a tanításában arra kéri az embereket, indítsuk el a katolikus egyházban a negyedik rózsafűzért, a világosság rózsafűzérét a titkokkal. Ő azzal magyarázza, hogy amikor a rózsafűzér a középkorban keletkezett, akkor valóban egyfajta védő szerepe volt, hogy megvédje a legfontosabb titkokat Jézus Krisztussal kapcsolatban, hogy ember élet, hogy szenvedett, meghalt és hogy feltámadt. De ma, a mai kor emberének, aki már tud írni, olvasni, rengeteget ismer az egyház tanításaiból, olvassák a Szentírást. A mai embernek elmélkednie kell Krisztus működéséről is. És főleg arról, hogy Krisztus ránk tette az Eucharisztiát, az oltári szentséget. Tehát ez a világosság rózsafűzére, ez erről szól. Jézus működéséről és az oltári szentségnek a ránk hagyásáról. A rózsafűzér, mint imádság, rendkívül elterjedt a katolikus hívek között, szeretik imádkozni a rózsafűzért, és szívesen imádkozzuk a rózsafűzért. Én hiszem azt, hogy a katolikusoknak az a része is, aki nem tartozik a rózsafűzér,
társulatokba, vagy az élő rózsafűzérekbe, azok is naponta legalább egy tizedet, vagy lehet, hogy esetleg mondjuk talán egy kicsit többet imádkozzák a rózsafűzért, és elmélkednek ezeken a titkokon, mert a rózsafűzér az ugye elsősorban elmélkedő imádság, és Gianrico Maria Paula, amikor megalakította az élő rózsafűzéreket, akkor ezt csak két ponthoz kötötte. Az egyik az, hogy minden ember, aki ezt elvállalja, az mondja el azt az egy tizedet, amit kisorsolnak neki. A másik az, hogy erről az egy tizedről elmélkedjen egy kicsit. Tehát nem elég az, hogy elmondom a mi atyánkot és a tíz üdvözlégyet, hanem megpróbálok egy kicsit elgondolkodni arról a titokról, amiről éppen imádkozom. Akkor teljes. Tehát a rózsafűzér imádság akkor teljes, ha az elmélkedő imádság lesz. A Mária papi mozgalomnak van a jelszó, hogy per Mariam ad Jézus, ugye, Márián keresztül Jézushoz. Én azt hiszem, hogy a rózsafűzér az Márián keresztül Jézushoz. Mert ugye a szűzanyával együtt elmélkedünk azokon a dolgokon, ami Krisztussal kapcsolatos. És már a II. János Pál pápa ideje óta nem csak a megtestesülésről, a szenvedésről és a feltámadásról, hanem magáról, Krisztusnak a műveiről is elmélkednek a katolikusok. A rózsafűzér a keresztények, azaz a katolikusok és a pravoszlávok elmélkedő imája. A protestánsok, vagyis a reformátusok és az evangélikusok nem szoktak rózsafűzért imádkozni. A rózsafűzér imádkozása alatt Jézus nagy művének titkairól szemlélődhetünk, amelyek voltaképpen hitünk legfőbb mozzanatairól szólnak. Az egyház több száz éves hagyománya és gyakorlata alapján három csoportba tagolta a rózsafűzér titkait. De II. János Pál pápa 2002-ben a Virginis Mariae apostoli levelében a rózsafűzér addig ismert titkait kiegészítette újabb öttel, a világosság titkaival. Ezek szerint ismerünk örvendetes, világosság, fájdalmas és dicsőséges a rózsafűzért. A katolikus egyház szokása szerint a karácsonyi időben, azaz adventől Jézus megkeresztelkedésének ünnepéig az örvendetes titkokat, nagybőjt folyamán a fájdalmas titkokat, a húsvéti időben pedig a dicsőséges titkokat szokták imádkozni. Az év többi részében felosztjuk a titkokat a hét napjai között, mégpedig úgy, hogy hétfőn és szombaton az örvendetes, kedden és pénteken a fájdalmas, szerdán és vasárnap a dicsőséges titkokat mondjuk. Míg az újabbakat, a világosság titkait csütörtökre ajánlotta II. János Pál pápa. A rózsafűzér a keresztény hívek legnépszerűbb és legegyszerűbb vallásos áhítata. Megtanítja a hívőket arra, hogy a napjai különböző tevékenységeit hogyan lehet egybekötni az imával, és ezáltal összekapcsolni a rózsafűzér titkaival. Egyik népénekünk a következő szavakkal buzdít bennünket. Szentolvasót imádkoztunk, Máriához fohászkodtunk. Kérve kérjük szűzanyánkat, fogadja el hű imánkat. Szentolvasót mikor mondtunk, Máriának fűzért fontunk. Fonogattuk koszorunkat, rózsafűzért asszonyunknak. Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió imént elhangzott műsorában Szabó Károly hitoktató
a rózsafűzér eredetét és hittitkait ismertette. A terepi hangfelvétel a keresztény értelmiségi kör egyik nyilvános tribűnjén készült. A hangmérnök Szabina Nédics volt. Minden közreműködő nevében megköszöni a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét a műsorszerkesztő Matko Margit.